én örülök neki és a csapatnak, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Köszönjük a szurkolást, így hogy nagyon sokan eljöttek ide, és Szegeden tudtuk ünnepelni. Én nagyon büszke vagyok a csapatársaimra, és ahogy álmodtam is, így sikerült, hál' Istennek. Megnézhetjük, milyen liget felé pocsikében a parti szemüveg? Persze, természetesen, de szeretném, hogy átsártok az a szememet. Úgy érzem, hogy szerintem, hogy egy kicsit jobb nektek is, meg a nézőknek is. Szuper. Hát nagy ünneplés más lesz ma este, de mi döntött most a Veszprémi vára? Igen, nagy ünneplés lesz, egy nagyon hosszú szezonon vagyunk túl, és egy nagyon nehéz éven. Szerintem az, hogy egy mentális előnyünket úgymond ki tudtuk használni. Volt az a fontos pillanat, a második fél idő 45. perce körül, amikor tudtuk azt, hogy a Szeged az összes mérkőzésen egy kicsit lassabban játszik, egy kicsit belehibázik, amikor jobban tudunk tempót diktálni. Ezt ki tudtuk nagyon használni erre, és készültünk, hogy lesz egy olyan pillanat, amikor a Szeged az be fog hibázni végig, és mi ezt ki akartuk használni, és vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe, és el is tudtunk menni. Mi döntött ezen a meccsen a Veszprém javára? Hát szerintem a második fél időben a kapus teljesítmény, és abból tudtunk könnyű gólokat lőni, és szerintem ez a kemény védekezés, a második fél időben nagyon fantasztikusan védekeztünk, és szerintem ez volt a kulcs. Egy héttel ezelőtt ugye itt kikaptatok, akkor egy olyan helyzetbe kerültetek, hogy nem lehet már hibázni. Ez mennyire volt mentálisan teherbe, mennyire volt úgy játszani még két meccset, hogy nincs már hiba lehetőség? Szerintem a hazai mérkőzés az sokkal nehezebb volt, mint ez a mérkőzés. Ott tudtuk azt, hogy ha ott kikapunk hazai közönséget, még egyszer bajnokságot veszteni, az nem lenne a legjobb élmény, de most nem is szeretnék ilyen szomorúan itt beszélni, azért, hogy bajnokok vagyunk. Kicsit nehéz volt tényleg a hazai mérkőzés, a mostanira meg már tudtuk azt, hogy mit tudunk mi kézilabdázni, és ezt előre próbáltuk venni. Én próbáltam segíteni a srácoknak, ahogy tudtam, még a törött ujjammal is. Ennyi igazából. A második fél idő elején elment 4 góllal a Szeged, akkor nem ijedtetek meg? Nem, próbáltunk nyugodtak lenni, nem sietve, hanem gól by gól alapítani ezt a támadást, és nagyon örülök, hogy sikerült, és tényleg gratulálok a srácoknak. Olyasmi volt a fejetekben, arra gondoltatok, hogy ugye tavaly a Szeged nálatok nyert bajnoki címet, és ezt illene visszaadni? Igen, próbáltuk ezen is gondolkozni, de mindig csak a következő mérkőzésre gondoltunk. Hazai mérkőzésen inkább arról gondolkoztunk, hogy ne hibázunk bele annyit. Kíváncsiak voltunk, hogy tudjuk vezényelni a támadásokat, hogy tudjuk a védekezésbe ezeket a hibákat, amiket Szeged csinált ellenünk, kivédekezni. Erre nagyon felkészültünk, és próbáltunk valami bár újat hozni, az két balkezes játék szerint nagyon jól működött. Elő se kellett húzni mást, úgymond ezzel a két mérkőzésen végig jól működött szerintem. Hogy érted meg az első fél időt, ami 47 percig tartott, nem tudom, azt néztétek el, ugye nagyon vontatott volt, sokat állt a játék. Hát igen, elsősorban nagyon sokszor állt a játék annyi technikai okok miatt, de tényleg ezt meg tudtuk csinálni. Tényleg köszönöm a szurkolóknak, hogy 60 percig mint itt otthon bíztatok minket, és remélem jövőre a csapat behúzza a BL címet is. Jó, sejtem, hogy ezen a három meccsen Bombáccsal mi barátságot nem kötöttél? Nem, igazából teljesen jó vagyok Dejan Bombáccsal. Ő is mondta nekem azt, hogy Patrik, csak ki akartam használni egy piros lapot, mert oda mentem hozzá fél időbe, abszolút én nem szándékosan nem próbáltam megütni, vagy bármi, a labdát akartam elvinni, csak ilyen fura mozdulattal ment oda, ő is jött, ez bennem van szerintem ebben a sportban, ez egy küzdő sport már szinte a kézilabda, de semmi bajom nincsen vele, én tisztelem, mint játékost, és a pályán kívül beszélgetik is vele sokszor. Ilyennek képzelted el az érzést, bajnoknak lenni? Igen, ahogy nektek hétfőn meccs után ezt nyilatkoztam, ez tényleg meccs végéig így is gondoltam, hogy mi leszünk a bajnokok, és visszaszerezzük a Veszprém Arénába. A bajnoki címet én nagyon örülök, és tényleg köszönöm mindenkinek. Hosszú éjszaka várátok? Nagyon remélem, hiszen hosszú az út Veszprémig, az alatt nem szeretnék unatkozni, nem is fogok szerintem, a társakkal megpróbáljuk ezt a bajnokságot megünnepelni, hiszen nagyon megérdemeltük, nagyon sok munkát csináltunk, és tényleg minden egyes játékos megérdemli, és tényleg nagyon örömteli az, hogy Rasmus Lege az eddigi volt szinte
legjobb csapatkapitány, akire valaha játszottam, ő meg Nagy László, aranyéremmel távozik innen Veszprémbe. Mennyi sör fog ma fogyni? Hát azt nem tudom, azt majd holnap reggel kérdezzetek meg.